az idei első gyorshajtási rekordok. Egy autós tiszaksvári belterületén hajtott 126 km/órás sebességgel a megengedett 50. Egy másik pedig 116 km-rel a rakamazon. Mindkét autós legalább 200 000 forintos büntetése számíthat. 10 perc alatt háromszor is beértek egy gyorshajtó szlovák rendszámú sportautót még tavaly. Először 128 km-es, mások adottunál 185 km-es, végül pedig rácsalmásnál 173 km-es sebességgel száguldott. Később kiderült, hogy az autót egy kiskörösi férfi vezette. A sofőr 430 000 forintos büntetésre számíthatott tavaly, de idén is vannak, akik már több 100 000 forintot fizettek a hatásért. Ezeket a gyorshajtókat a trafika fényképezte le. Mind a két autó több mint kétszer annyival ment, mint amennyi a megengedett maximális sebesség volt. Két. Szobán még lehet érhetni cigarettapüstöt. Az igazgató azt mondja, nem nyomoznak a vendégeik után, de ha valaki a szobában dohányzik és ez kiderül, ugyanúgy megbüntetik. Bemutatta a csatorna Schmidt-Pál helyesírási hídra és bővelkedő doktori disszertációját a Szemmelweis Egyetem. Hozzad, hogy magyarra jó, figyelt én. Tovább darod az elnök plányium botrány. Az MSZP mellett Fideszhez közel álló értelmiségiek is távozásra szólítják be Schmidt-Pált. Az elnöki hivatal maragált kérdéseinkre. Ennyit még sosem tolongtak doktori disszertációját a Szemmelweis Egyetemen. Ez Schmidt-Pál 1992-es dolgozata. Csak kívülről tudjuk megmutatni, az egyetem jogászai szerint a műből még részleteket sem közölhetünk. A könyvtárban azonban elolvasható. Az már cikk, hogy a felhasznált szakirodalom az előbbi karcsú 25 gondolán, viszont Schmidt-Pál mikor. A hvg.hu azt állítja, a bolgár szerző francia nyelvi művének nagy részét szinte szóról szóra magyarra fordítva átemelte Schmidt-Pál az 5 éves készült dolgozatát. Annual orbelek comes from Kepu, the city, however, and all employment and security problems. Political conflicts in the government's green investment projects are rare. Find more in this week's reporter. Sorunkat Siket és Nagyot halló nézőink számára a Teletext 329. oldalát. Ez a másik szempontból igaz lépés, mert
képest meglehetősen éles hangnemet használ. Tehát ahhoz képest, hogy amikor leköszönt, akkor arról beszélt, hogy van két demokratikus oldal, akiknek azért konstruktívan valamilyen módon együtt kell működni, ahhoz képest most ő is beállt a politikai demokrácia féltékeny a táborába, és előtti határozott kormányvágyat foglalkozott azért a publicisztikában. Van meg olyan kétségű, van egy ilyen szakértői mitosza, ugyanakkor egyáltalán politikusként kell viselkedni az utóbbi időben. Faszom az meg! Nem az meg, de... Nem. Kedves nézőink, következő műsorunk a Teletext 379. oldalán feliratkozva is megtekinthető. Szigorú feltételekhez köti a hitelszerződés megkötését. Ellenzéki reakció, a szocialisták szerint a tárgyalásokhoz új kormányfőre van szükség. A második Zurinda kormány a legérintettebb, a bolivaiak szerint magas jutalékért privatizáltak állami vállalatokat. 444 éves az erdélyi vallásszabadság, 1588-ban tornán, hogy a hitéért senki nem lehet elmarasztalni. Irodalmi jóban, jó estét kívánok! A jegybank függetlensége az IMF ügyött a készenléti hitel egyik feltétele, ez derül a KIF nemzetközi valuta alap vezetőinek washingtoni tárgyalásán. Az IMF így is csak a szigorú feltételekkel járó kölcsönt kínálja Magyarországnak, és azt is csak akkor, ha már előtte látja, hogy a kormány konkrét lépéseket tesz a gazdaság megerősítése érdekében. Az IMF vezérigazgatójával, Christine Lagarde-val folytatott megbeszélés után Fellegi Tamás azt mondta, az hatalmas a tömeg, mindenki kap, ahogy sorsegyet akar venni. Ah, igen, nagyítottak. Nyertes, sorsért kinagyítva, 10 milliót. Csirottozó farára tették ki a kinagyítottak, és csapagotta hára a férfi térbe egy helyet. Nem. Főleg, hogy látott egy részletet Martin Scorsese munkájából, és elsétált Steven Spielberg azt, sikeres alkotásnak számító polgári dráma kikapta a legvégkénysznőnek járó díjat. Viola Davis olyan beszédében felidézte. Van, van három darab, sose kell viszni. Oké, mondom. És akkor tettem még hozzá az új kötekből a kettőt, és ami az asztalon volt, három darab régi papolnák a kettőt. Nem ez volt az első eset, hogy nagyobb összeget nyertek ugyanebben a lottózóban. Nyertem egyszer 100 000 könyvet. Nyertem 100 000 könyvet. Augusztus szeptemberben. A mostani 10 milliós nyeremény óta egyébként fellendült az üzlet. Nagy írha alapján mindenki kaparó sorsjegyet vásárol, naponta 500-at adnak el abból a sorsjegyből, ami nyert a határrendész. A nyertest megkerestük, de nem akart nyilatkozni, nem szeretné, ha tudnák, hogy ő nyerte meg a 10 millió forintot. Annyit mondott az egyik helyi lapnak, hogy nem szokott kaparó sorsjegyeset perolni. Úgy tudjuk egyébként, hogy pár éve egyik szintén határrendész barátja is 10 milliót nyert kaparós sorsjegyen. Kiszámíthatatlan volt ma az időjárás országszerte. Csak Budapesten volt ma szélvihar, jégeső, napsütés és havazás. Az ország többi pontján is ilyen. Győrben például jégeső esett, Veszprémben pedig szakadt a hó. A következő napokban is hasonló időre lehet számítani. 6 fokkal van hidegebb, mint tegnap. Hóvihar Veszprémben. Délután kezdett el esni hatalmas fejhegyben, ráadásul nagy volt a szél is. Aki tudott, menekült a hóvihar elől. Én azt szeretem a télen, ha csak hullik a hó. Eddig azonban idén télen nem sok hó lett. Nem esik a hó, akkor inkább legyen nyár, tehát tavasz vagy valami. Ez az átmeneti időre sem nagyon jó. De ez trikázó napsütés. Volt, aki rövid ujjú pólóban sem fázott. Ma pedig már jégeső esett. Meleg is lecsökkent a felére. A hőmérséklet ingadozás
Sokaknak okoz fejfájást. Mondhatjuk azt, hogy az időjárás szinte percről percre változik. Néhány pillanattal ezelőtt még körömnagyságú jégdarabok estek az égből, most pedig már százágra süt a nap. Az ország több városában volt jég és hóesés. Győrben pedig a jégesőből hogy az elkövetkezendő pár napban milyen idő várható, hanem riportot készíteni is nehéz róla. Az egyik pillanatban még százágra süt a nap, a következőben pedig már esik az eső és fúj a szél. Negyed óra alatt a sütésből előbb szélvihar, majd hóesés lett. A bizonytalanság emberek is érzik. Ma volt, aki nagy kabátban, sapkában és kesztyűben indult el otthonról, de akadt olyan is, aki még a kabátját is levette. Már fáztok! Ilyen gyors változó időjárás a frontérzékenyekre van nagy hatással, az időtökre pedig veszélyes is lehet. A kerekeit szerelték le és lopták el ismeretlenek az éjjelnek. Volt több torkolni az alól, csak kikaptak ki rekt, hogy így. Bullshit. Ánsz, hogy így jelent, de sem ébredt ennek az autónak a tulajdonosa ma reggel, autójának összes kerekét ellopták az éjjel. Hol vagy jogszaksz? Ezt jártak el, de csak egy család fajéket támasztottak, így az autó többi része nem sérült meg. Mint kiderült azonban, nem ez volt az egyetlen olyan kocsi, amelyről az éjjel eltűntek az autón.